Szép jó reggelt mindenkinek! Jó reggel, Chester! Jó reggelt, kenyér! Uszgyi a pacimba! Jó reggelt, Ödön! Hogy aludtál, malac? Mondd csak! Gyere, coca! Menjünk a faluba! Veszek neked fincsi répát! Szevasztok, falusiak! Mi a helyzet veletek? Ó, szia Todd! Jól nézel ki! Ó, Billy! Új frizura! Kellemes délutánt, Árus! Szeretnék pár száz szép répát ennek a cukkermalacnak! Hogy mennyibe kerül ez? Normális maga? Na nem! Ennyiért én biztos nem veszek répát. Különben is, mikor vitték így fel az árakat? Jaj, sajnálom, Ödön. Ha majd végre leviszik az árakat, veszek neked répát. De ez így nagyon drága! Ne szomorkodj, coca. Nem jó neked a retek? Sejtettem. Akkor mit szólnál egy jó friss gabonához? Aj, ne haragudj, Pajti, de most nem tehetjük meg, hogy csak így költekezzünk össze meg vissza. Tudod, sok pénzem megy manapság arra, hogy... Ödön? Ödön? Ödön! Ödön, állj! Ödön! Ödön! Ödön, ez veszélyes is lehet. Tudod jól, hogy bányászkodni nagyon veszélyes. Aj, Ödön, gyere már ki! Aj. Ó, hát itt vagy, malac! Azonnal gyere ki onnan, az nem a tiéd! Fiatal coca, malac! Ha nem jössz ki, mire hármat számolok, én esküszöm, hogy bacon csinálok belőled! Hát, te meg mit képzelsz magadról, fiam? Én csak... Kotrodj innen, mert haragom olyan hatalmas... Az meg mi? Mi? Ja, az csak a malacom. Sajnálom, hogy beleugrott a répa levesébe. Ígérem, hogy kárpótlom. Répa levesem? Az egy portálfőzet? Az meg micsoda? Aki iszik belőle, elteleportálódik valahova. Jaj, ne! Ödön, mász ki onnan! Ödön! Hová lett a malacom? Na, ez egy remek kérdés. Hová lett? Nos, az igazat megvalva, fogalmam sincsen, ez új recept, és nem tudom, hova jut vele az ember, vagy esetleg malac. Utána kell mennem. Na, szépen vagyunk! Előbb a mocskos mangalicád, most meg te is! Ő nem egy mocskos mangalica. Ő a barátom. És meg kell találnom. Na jó! Kortyolj egy nagyot! De figyelmeztetlek, olyan helyre is eljuthatsz, ami nincsen rajta a térképeken. Nem izgat, a malacom fontosabb. Jó, akkor nesze, igyad, aztán ne is lássalak. Köszönöm. Fejem. Szevasz! Hello! Szia! Mizu! Semmi! Piggy vagyok! Piggy Watterson! Én Zsédav vagyok! Szevasz, Zsédav! Nem láttál errefelé egy malacot? Nem! Vagyis, mi az a malac? Nos,
olyan, mint te, csak kisebb, rózsaszínűbb és négy lábon járkál. Na meg röfög. Jó! Láttam malacot! Tényleg? Aham! Elvitték. Micsoda? Kik vitték el? A csontik. Szokásuk. Hova vitték? A csontvárba. El tudnál vezetni a csontvárba? Na, hogy gyere, pajti! Tudod, engem kitagadott a törzsem. Pedig nálunk aztán nagy az összetartozás. Csak hát, nekem kevesebb ész van a fejemben, mint másoknak. Ó, de ennek már jó pár éve. Azóta élek egyedül. Messze vagyunk még, Piggy? Nem, vagyis nem igazán. Ami azt illeti, itt is vagyunk. Abban a várban van a kis malacom? Ott. Valószínűleg rabszolga lett. Rabszolga? Hát, tudod, ha valaki ide kerül, és nem én találok rá, akkor azt a csontik elviszik, és rabszolgát csinálnak belőle. Le is mondhatsz róla. Lemondani? Még mit nem? Megyek és megmentem. Megmenteni? Hát de minek? Azért, mert ő a barátom. Barátod? Mi az a barát? Ez egy bonyolult dolog, és nem is igazán lehet leírni. A barátság, mikor együtt nevettek és együtt sírtok. Segít neked, ha baj van, és te is neki. Egy kapcsolat két ember, vagy esetleg állat között. Akkor leszünk barátok? A barátság nem így születik, Piggy. Ó, szóval akkor barátok vagyunk? Tudod mit? Ha segítesz nekem, akkor leszek a barátod. Áll ez alkuzsétav! Csontok! Csontok! Merre van a palástom, és semmire kellőek? Csak egy dolgot kértem! A palástomat! De ti még erre sem vagytok képesek! Most azonnal mindenki jelenje meg a trónteremben! Jól nézzetek meg! Nem tűnik fel valami? Nincsen rajtam a palástom! Szeretném tudni, hogy miért! Te talán tudod, hol van a szép palástom? Ki a palást felelős? Te tudod, hol van a palástom? Rendben van, ma jó napom van. Ma csak megöletlek. Vigyétek. Ah, idióták. Elkaptunk a mai napon valakit? Akkor vigyenek oda engem. Ez egy malac. Tudjátok, ez mit jelent? Mit is gondoltam? Azt jelenti, hogy szerencsénk lesz, mert egy malac az szerencsét hoz, tehát... Na? Senki? Azt jelenti, hogy indíthatjuk a sereget a felszín ellen, mert szerencsések vagyunk a malac miatt. Oké, figyelj, Piggy. Ha elterelnéd ott az örök figyelmét, akkor én be tudnék ott osonni. Miért? Mi az, hogy miért? Hát azért, mert be kell jutnom a malacomért. Ja, tényleg? Elfelejtettem! Mindegy. Menni fog az elterelés? Hogyan kell azt? Szépen kimész, és magadra vonod a figyelmet. Mondjuk azt mondod nekik, hogy... Hé, itt vagyok, kapjatok el! Lássuk, csak lássuk, kimegyek. Majd azt mondom, hogy... Hé, itt kapjatok el, hé vagyok! Mi? Nem, ne keverd! Azt mondtam, hé, itt vagyok, kapjatok el! Á, értem! Akkor azt mondom, itt vagyok, kapjatok el, majd kimegyek. Nem! Az első lépés az, hogy kimész, és csak utána mondod. Bonyolult. Édes jó anyám, csak mondj valamit, és kész. Rendben van, Zsédav. Hé! Kilépek és elterelem a figyelmeteket, amíg Zsédav beoson. Mi? Nem baj, szerencs, hogy nem olyan okosak ezek a csontik. Hello? Az meg micsoda? Itt mindenki ilyen buta. Na mindegy. Ez jó lesz álcának. Hm.
Jól van. Nyugi, Zsidav. Nem lesz baj. Megtalálod Ödönt, és már le is lépsz innen. Oh, bakker. Ez az elterelés nem igazán tetszik. Srácok, nem tudjuk ezt megbeszélni. Állj! Micsoda? Ugye semmi bajod? Ugye semmi baja? Én megtartom ezt a cukipofát. Szevasz. Szia! Mi a neved, Cukimuki? Piggy vagyok. Piggy vettesz. Mostantól a neved Piggalina, és velem fogsz teázni. Gyere! De miért? Mert én azt mondtam, amúgy a nevem hercegnő, és ha kérdenéd, igen, hercegnő vagyok. Ó. Jól figyeljetek rám, katonák! Mert tudom, hogy milyen együgyűek vagytok. Nem sokára egy háborút indítok a fenti világ ellen, de előtte meg kell bizonyosodnom róla, hogy a legjobb katonák fognak mellettem harcolni. Hogy? Hogy mi? Most be kell bizonyítanotok, hogy méltóak vagytok eme címre. Kezdődjék a játék! Na, álljunk csak meg! Aj, ez egyre rosszabb és rosszabb lesz. Hello! Még egy kis alapozó ide, egy kis highlighter oda, egy kicsi ide. Nem lesz ez egy kicsit sok? Nem? Hím, jól nézel ki? Köszönöm szépen! Sokkal magabiztosabbnak érzem magamat. Tudod mit? Nagyon szép lány lettél. Na de én fiú vagyok. Na, nem lehet mindenki tökéletes. Ó, úgy hallom, elkezdődött a harc. Milyen harc? A puci, tudod, egy sereget toboroz a legjobb katonáiból a felszín ellen. Micsoda? Kaphatok rúst is? Amit csak szeretnél, Piggalina? Amúgy az ablakomból pont rálátunk a csatatérre. Azt a mindenit! Mégis milyen élő lény vagy te? Hú, ez közel volt. Figyelj! Én nem akarlak bántani. Lehetnénk akár spanok is. Nem? Ezek szerint nem. A meccs véget ért! Csak is a legjobbak maradtak. Most pedig készüljetek fel! Hiszen két nap múlva veletek ezzel a szerencsehozó malaccal megnyerjük a felszín ellen a háborút. Ödön! Kiszabadítalak, coca. Ó, Piggalina, ezt te is láttad? Mindjárt magam alá pisilek, annyira szexi harcolt ez a harcos. Harcos? Hol? Hol? Hát ott! Most győzött le egy vidőt, és alig fáradt el. Kemény lehet. Ó, azok a dagadó pixeles kockaizmok! Jó, döntöttem, Piggalina, meg kell ismernem ezt a harcost. No hát, hiszen én ismerem őt. Ő az enyém, Piggalina! Válasz más magadnak! Na, nem úgy, csak a barátom. Mi? Az a srác ott a te pasid? Jól nézel ki, Piggalina, de azért ne szállj el magadtól. Nem a pasim, csak barátilag barátom, ahogy a barátok barátkodnak barátiasan. Ó, akkor nincsen több köztetek? Dehogy van. Gyere, Piggalina, megyek és megkeresem ezt a harcost. Hát jó, de majd később a körmemet is kifessük. Ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Elsőnek véletlen beállok a seregbe, majd pedig kiderül, hogy én vagyok a legjobb, mondjuk ezen nem lepődöm meg. Aztán meg persze, hát elszállásolnak. Mondjuk a szállás elég menő, van itt minden. Jacuzzi, nagy ágy, sok láda, és ez a macska. Szevasz, cica! Mi a helyzet? Hogy kerültél te ide? Vuf, vuf! Miért is nem lepődöm meg, hogy ez a macska ugat? Én nem macska vagyok. Hogy mi? Te tudsz beszélni? Én is meglepődtem, amikor te megszólaltál. Olyan együgyű a fejed. Miféle macska vagy te? Először is én nem macska vagyok, hanem egy papagáj, akit elváltoztatott egy gonosz varázsló kutyává. De hiszen macska vagy. Ha macska lennék, akkor miért ugatnék? Nos,
Én nem tudom, megzavarodtam. Buf! Buf! Ki az? Üdv neked, bátor daliás harcó! Hello! Üdv neked, bátor daliás harcosom! Láttalak harcolni, és mondanom sem kell, hogy elfogadom. Ne haragudj, mit fogadsz el? Mit? Hát az, hogy megkéred a kezemet. Tessék! Ugyan, én vagyok a legszebb és a legcukibb ebben a várban. Hát persze, hogy engem választasz feleségedül. Ne haragudj, de nem ismerlek. Hadd mutatkozzak be. A nevem Hegycegnő, és holnap összeházasodunk. Mi van? Itt mindenki ilyen őrült. Tudod, már el is képzeltem. Lesznek lufikák és nagy torta, de nem csak is, azt nem szerettem. Szerintem lehetne málnás, vagy esetleg eperes. Van eper a játékban? Figyelj, nagyon aranyos vagy, de nem szeretném magamat elkötelezni. Ja, és azt nem is mondtam, hogy szerencsénkre a szertartáson ott lesz a szerencse coca is, amit apám nemrég szerzett. Szerencsehozó coca? Mármint egy malac? Malac, bizony. Rózsaszínű? És kövér! Nem úgy, mint én. Nekem kartyú és szép vonalaim vannak. Azt mondod, ott lesz ödön? Előre akarom mondani, ott lesz egy malac az esküvőn? Bizony. Hát akkor legyen! Lagzizzunk egy nagyot! Már csak apámmal kell megbeszélni a dolgokat. Szerencsédre már vár is rád az ebédlőben. Szóval, megkérted a lányom kezét? Inkább ő kérte meg az én kezemet. Tudod, bár te vagy a legjobb harcos, attól még lehetsz kevés az én tündérbogaramnak. Ha, azt nem kétlem. Szóval mit tudsz felmutatni? Hát mondjuk, így fel tudom mutatni a kezemet. Mókás vagy. Ez tetszik? Köszönöm. Szóval, ha bármi rosszat hallok a kislányomtól, gyors és kíméletes halállal lakolsz majd. Köszönöm. Jó étvágyat a malachoz. Malac? Igen, méghozzá a szerencsehozó. Mit vagy úgy oda? Azóta már van új. Pár napja találták a csontik. Akkor nem ödön az. Mi? Semmi, csak azt mondtam, hogy nagyon szép a lánya. Ez érdekes. Mintha azt hallottam volna, hogy megölném álmában! Én nem mondtam ilyet! Addig jó. Amúgy merre is van az új szerencsehozó malac? Csak mert gondolom eltárolják valahol. A legjobb helyen, a szobámban. Egészen addig ott is marad, amíg el nem indul a sereg közvetlen a lányom esküvője után. Már megint mit mondott? Semmit, esküszöm. Helyes. Ödön! Ne félj, cuca! Én vagyok az! Kell a kulcs! A ládában van? Jó, akkor mindjárt hozom! Szent nocs! Ha most felébredt, tuti kivégeztet! Megvan! Most pedig húzzunk innen! Hajj már! Hová tehettem? Mit keresel? Hát anyukám esküvői ruháját! Neked volt anyukád? Ja, el is felejtettem! Engem a nedör szült, így nincsen anyukám. Akkor mit fogsz felvenni? Aj, Pigolina, ha én azt tudnám! Megvan! Majd te varsz nekem egyet, ugye? De hogyan? Jaj, hát nem tudom. Nem ismersz valakit, aki tud várni ruhát? Szépen? Anyukám, tud! Akkor nincsen több kérdés. Elmegyünk anyukádért. Nem akarok. Azt mondtam, elmegyünk anyukádért! Rendben. Bár nem itt laknak. Micsoda? Minden csonti jöjjön a trónterembe! Most! Már megint idióták voltatok! Hagytátok, hogy egy felszínről jött szabotőr ellopja a szerencsehozó malacomat! Ezért mind ki lesztek végeztetve! Miután megtaláltátok a szabotőrt? Egy nether portál van, ami rát megszökhet! Mind oda megyünk! Rohanj ödön, ahol csak a lábad bírja! Vigyázz egy csonti! Ügyes malac! Ezen keresztül elszökhetünk! Ne is nézzünk vissza!
Már így is untam ezt a helyet. A fene belétek! Ez is csak a ti hibátok! Most már biztos, hogy megöletlek benneteket! Ám előtte! Még van egy elintéznivalónk. Elindítjuk még ma este a sereget! De nem a felszín ellen, hanem csak és kizárólag a szemtelen malactolvaj ellen! Mindenki indulás! Nálunk, kedves hercegnő, van egy szokás, miszerint minden férfivá érő zombi malac embernek szüksége van egy feleségre. Én már foglalt vagyok, Pigolina. Sajnálom. Na, nem erre akartam kiukadni. Hát mire? Egy ideig keresgéltem lányok között, de nem találtam magamnak valót. Na és? Majd megtalálod te is. Ne csüggedj, Pigolina. Gondolj az én esetemre. Nem kerestem félet, és lásd csodát. Hip-hop találtam egyet. Neked könnyű. Neked nem volt ott a család a hátad mögött. Még az a szerencse. Nem szeretem, ha valaki a hátam mögött van. Miután minden korombéli talált feleséget, csak én nem, elkezdtek piszkálni. Azt mondták, buta vagyok, és nem vagyok közéjük való. Tudod, Pigolina, már legalább 2 napja ismerlek, és ez idő alatt el kell mondjam, hogy te egy nagyon aranyos és cukerpoffa malacemberke vagy. Ez kedves tőled. Amúgy, ha jól látom, meg is érkeztünk. Mindig is ilyen lepukkant volt ez a falucska? Én valahogy nem így emlékszem rá. Az emlékek megszépülnek. No, de emberek akkor is voltak. Ebben biztos vagyok. Na meg abban is, hogy nem volt ilyen romos. Látszik, hogy nem takarítanak errefelé. Ekkora csuvát! Ott! Az volt a főépület, amiben a gyűléseket tartották. Elég ernye a palotához képest, amiben apámmal élünk. Ha jól hallom, valakik vannak oda bent. Nézzük meg gyorsan! Mindenki itt van! Te meg minek jöttél vissza? Röf! Apa, úgy örülök, hogy látlak! Én sem, Röf. Minek jöttél vissza? Megmondtuk, hogy száműzünk, mert túl kicsi az agyad. No de apa! Elnézést, hogy közbeszólogatok, de miattam jött vissza Pigolina? Röf! Pigolina? Mi lett belőled, fiam? És mi ez az arcodon? Ki lettem sminkelve. És te erre büszke vagy? Te neked férfi cocának kellett volna lenned, ehelyett egy kislány lettél, Röf. Bocsánat, de ha végre sikerül túltenni magukat Pigolina fikázásán, akkor esetleg végre megkérdezhetem, merre van a felesége? Mert úgy tudom, ő van nekem csecse esküvői rucikát? Őt elrabolták a gáztok. Elvitték a fészkükbe, Röf. A falunkat is lerombolták. Anyut! Na majd én kiszabadítom őt! Röf, Röf, Röf. Na, ne nevettes, fiam! Vagy tudja bánat már mi vagy te. Apu! Halljátok ezt, emberek? Piggy ki akarja szabadítani az anyukáját a gáztfészekből? Majd pont te, aki még feleséget sem tud találni magának? Nem tehetek róla, apu! Egyik lány sem tetszett nekem. Elég legyen! Jó figyeltek ide, ti malacarcú semmire kellőek! Pigolina nagyon jól lelkű, a legjobb köztetek, hatalmas szíve van, és remek humora! Meg kellene becsülni az olyanokat, mint ő, és segíteni nekik, nem pedig elüldözni! Helycsegnő voltam! Röf? Hát itt vagy, Pigolina. Hagyjál békén! Jaj, Pigolina, ugyan már! Ne is törődj ezekkel a sok ostoba népséggel! Mit tudnak ők? Én is normális zombi malac ember akarok lenni. Normális? Ugyan minek akarsz te normális lenni? Akkor szép a világ, hogyha különleges vagy. Márpedig
Te különleges vagy? Úgy gondolod? Úgy? Hosszú idő után melletted végre úgy érzem, önmagam tudok lenni, hercegnő. Na látod, ez a beszéd. Most pedig gyere, és keresjük meg az anyukádat. Rendben. Az ott a gáztok fészke. Menjünk és támadjuk meg őket. Hát akkor elő a kardokkal. Nem hoztunk kardot. Elnyanó, tudtam, hogy valamit elfelejtettünk. Most akkor mi lesz? Az én ereimben királyvér törkedezik. Szóval, majd a lehengerlő beszélőkészségemmel elintézem őket. Na, induljunk. Hercegnő, ne arra menj, az egy szakadék! Ó, legalább puhára érkeztünk. Picit bibis lettem, de jó vagyok. Vagy úgy, hát ilyen nagy gasztfészek. Nem gondoltam volna. Röf, röf. Anya? Röf, röf. Nagyon örvendek, Pingolina mama. Szóval olyan rucit szeretnék, hogy legyen neki így, egy ilyen lelogó izéje, meg fodros legyen, de ne nagyon. Csak úgy, hogy a nászló tudja. Hecegnő. Azt hiszem, hazajött a gaszt, mama. Hú, bakkerus. Röf. Ti meneküljetek! Majd én elbánok ezzel a gáztal! Sok sikert, Pigolina! Jaj! Ne ilyen sietősen! Tessék jönni, Pigolina mama! Röf! Most komolyan? Röf! Hát jó! Na jó! Ennyi volt a gázt! Jaj! Így! Széduljél megfele! Helyes! Azt hiszem, kiismertelek, te fene vagy. Azt a Pigolina! Nem is mondtad, hogy gázlovas lettél? Ezt én sem mondtam magamnak. Na és milyen irányítani? Nem is olyan nehéz. Röf, röf. Én is téged, anyu. Piggy, hát te... Mondtam, hogy megmentem anyut. Bocsánat, fiam, amiért lenéztelek. Ígérem, többször nem követem el ezt a hibát. Legyél bármilyen is, én akkor is szeretni foglak. Röf. Na, most már végre rátérhetünk a rucikámra? Röf, röf. Még ma elkészítjük neked a ruhát, hercegnő. Jaj, de jó! Akkor már csak a vőlegényemet kell megkeresem, és kezdődhet is a ceremónia! Mit akartok már? Egy sallert? Azt kaphattok? Nocsak, nocsak! Hát te meg kifia vagy? Én csak egy egyszerű földműves, nagyon félek, elmehetek! Nyugodjál meg! Nem foglak megölni! Csak akkor, ha nem válaszolsz pár kérdésemre! Ha válaszolsz, akkor csak az életedet veszem el! Mit gyerek én ezen? Így is úgy is meghalok. Részletkérdés! Szóval ismersz egy bizonyos embert, akinek van egy malaca? Igen... Rendben! Ezzel már is kiérdemelted a kíméletesebb halált! Milyen nagy lelkű! Mit akar Zsédavtól? Szóval Zsédava neve! Hol lakik? Egy kis viskóban, a nyírfaerdő mellett. Köszönöm! Most már nyugodt lehetsz! Csontik! Vigyétek innen és csapjátok le a fejét! Mi? Ne! De gyorsan! Mert nagyon zavar az üvöltözése! Jaj, Ötön! Úgy örülök, hogy végre itt vagy velem. Tessék, itt egy kis répa. Hát nem mondom, azért kalandos utazás volt, de szerencsére vége. Most egy ideig nem fog kopogtatni az ajtónkon a veszély. Váratlanul ért engemet ez most. Ki az? Micsoda? Ti itt?
Pigolina? Itt a Nether portál! Hey, cegnő! Igen, Pigolina? Én nem mehetek át a portálon. Nem? Miért nem? Azért, mert a családom újra befogadott. Nem akarom itt hagyni őket. Ki tudja, mikor térnek vissza a gáztok? Jaj, Pigolina! Úgy örülök neked! Ugye nem lesz bajod, hercegnő? Hát úgy is vesz, mint akinek annyi baja szokott lenni! Nem. Szóval akkor eljött a búcsú ideje. Ne búszlakodj, Pigolina! Majd meglátogatlak! Te vagy a legesjobb barátom, hercegnő! Te is nekem, Pigolina! Vigyázz magadra! Szia! Na most nagy bajban vagytok! Na ne mondja! Te kis pimasz! Azt hitted a cocám ellopását? Megúszod? Az én balacom volt elsőnek! De jogosulta loptam el tőled! A lopás az lopás! Nekem mindegy! Csak hogy tudjátok! Még ma este meg fogunk öletni benneteket! Még ma este? Igen! Még ma este! De... az pont ma van! Megmondtam, hogy ne zavarj! Megyek már! El kell mennem! Jó kivégzésre várást nektek! Hát, Ödön, úgy hiszem innen nincsen kiút. Elért minket a végzetünk. Tudom, Pajti, de azért szép életünk volt. Sok kacagás, bolondkodás. Örülök, hogy ezeket a pillanatokat veled tölthettem el. Szeretlek, Pajti. Hát te lányom! Ezt a ruhát nézd, apcikám! Mi ez rajtad? Hát, az esküvői ruhám. Nem lesz semmilyen esküvő! Nem lesz? De miért nem lesz, apci? Azért, mert a jövendőbelid egy szemtelen, áruló, malac tolvaj! Ez nem igaz, hazudol! Pedig így van, hejcegnő! Nem! Az anyjára ütött, én mondom. Csantik, kezdjétek a kivégzési ceremóniát! Ez igaz? Mi van? Tényleg elloptad a szerencsehozott cocánkat? Figyelj, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Akkor magyarázd el! Ödön teljesen véletlenül került a Netherbe. Ott elkapták apát csontjai és bezárták. Én utána indultam, hogy megmentsem a barátomat. Azzal viszont nem számoltam, hogy hirtelen beállok a seregbe. De Ödön nem csak egy malac. Ő a legjobb barátom. És nem szép dolog bezárva tartani. Nagyon cukik vagytok! Ezért kiszabadítalak benneteket! Gyertek! Hát ez meg! Szöknek a rabok! A szépséges lányom is kell neked, te senki házi! Meg vagy, malac? Most nem menekülsz! Engedj el! Azt már nem! Most kivégeztetlek benneteket! Hagyja a malacomat, inkább velem küzdjön meg! Vagy úgy! Egy pár bajra akarsz kihívni? Igen! Ám legyen! Köszönöm a kartot! Ne köszönd! Meghalsz! Ha lehet egy kérésem, akkor ne sérülje meg egyikötök se! Hia! Véged, malac tolvaj! Maga a malac tolvaj! Elsőnek az én malacom volt, Ödön! De az enyém lett! Hiá! Mondja, miért nem élhetnénk boldogságban egymás mellett? Az nem opció! Nem opció! Pedig meg kellene próbálni! Meg kellene próbálni, nem ártana senkinek! Én nem teszem meg! Azt kérte a lánya, hogy ne sérüljön meg! Micsoda? Ne! Nem fogsz megölni? Nem. Én nem olyan vagyok, mint maga. Életben is lehet hagyni a gyengébbiket? Igen. És még segíteni is lehet neki. Köszönöm neked, Zsédav! Szívesen. De a malacomat hagyja békén. Mától senkit sem bántok! Béke? Béke. Mától nem fogunk bántani senkit! És senki sem bánthat senkit! Különben azt meg...
Azt csak börtönbe zárom! Mától béke lesz a birodalomban!